Hilli Holli Holli Ho. Sziasztok! Tisztelettel üdvözlök mindenkit a YouTube csatornámon. Ezt a köszönést, amit a videóm elején hallottatok, ezt egy úri ember használja, akinek a neve Csabi. Pontosan a YouTube csatornája a Csabi TV neven fut. Tehát ide kiteszem, hogy lássátok, hogy kiről van szó. És ebben a videóban ezt az úriembert fogom elemezni, erről fogom elmondani a véleményemet. Még pontosabban arról, hogy szerintem meleg vagy nem. Mind ahogy látjátok a képen is, hogy ő beszél saját magáról, hogy meleg vagy nem. Több videóját végignéztem, több videójába belenéztem, mielőtt elemzésre került volna ez az úriember, és levontam a következtetést. Tehát ennek a videónak a tartalma trash tartalom lesz, vagyis szemét jellegű tartalom. Egy az első dolog, hogy ez az úriember kiszedi a szemöldökét, mind a nők vagy a lányok. Tudom azt, hogy manapság nagyon divat, hogy a férfiak kiszedik a szemöldöküket, vagy elmennek ilyen szalomba, ahova nők is járnak, hogy szemöldöküket kicibálják. Na mostan, nem tudom, hogy ez mire jó. Mitől lesz férfiabb egy férfi, hogyha ki van cibálva a szemöldöket. De ez még nem utal arra, hogy az úriember meleg lenne. A második dolog, amit észrevettem, hogy piros a szája. Ő abban a videójában elmondja azt, hogy az ő szája természetesen olyan piros színű, amit én személy szerint nem hiszek. Nézzétek meg, az én szám miért nem piros, vagy egyéb férfinek a szája miért nem piros. Szerintem a szája rúzsozva van mind a nőknek. A szakálla az rendben van, mert minden férfi használ szakállat, szépen meg van beretválkozva. Ki van kenve, persze az arca látszik, hogy csillog, megint mind a nők. Ilyen arc, mit tudom én, hogy is mondják neki, maszkurát használ, hogy fényesebb legyen a bőre és barnább legyen a bőre. Megyünk lejjebb, le van beretválva, az ő állítása szerint a melle, stb. Ez megint normális dolog, mivel hogy manapság az emberek, férfiak, nők beretválják magukat, hogy megelőzzék a kellemetlen szagokat. Tehát evel nincsen semmi baj. Megyünk még lejjebb, ami nekem nagyon feltűnő, a nőies bőrnadrág. Na tehát emberek, hány férfin láttok ti manapság női nadrágot? Kérdem én tőletek, és legyetek szívesek, írjátok le kommentbe. Szerintem, hogyha nincsen meg benned ez a ferde hajlam, ahogy szokták mondani, vagyis ez a meleg hajlam, akkor nem hordasz nőies nadrágot. Tehát egy férfi szekcióból ötözik fel. Nadrág, ruha, stb. Tehát nem vesz női szekcióból magának ruhát. Tehát nem vesz fel magára egy nőies nadrágot. Tehát ez az első jel, ami arra utal, hogy ez a férfi ferde hajlomú, vagyis meleg. A másik dolog, azok a mozgások, tudjátok, a melegeknek megvan ez a nőies mozgásuk, ha lehet így mondani, egy kicsit olyan furcsán viselkednek, furcsán mozognak, és az a vékony hang, nem is a vékony hangon a probléma, hanem az a hang, tónus, kiejt. Ahogy ő is elmondja, egyik videójában sem beszél a nőkről, az udvarlásról, a nők csábításáról, ha lehet így mondani. Tehát ezt nem én állítom, hanem ő saját maga mondja el ezt. Tehát ez megint arra utal, hogy ez a Csabi úriember meleg,
hajlamú, vagyis meleg. Csabikám, hogyha látod ezt a kis videót, Norbert testvéred csókolja a homlokodat. Ha óhajtod, óhajtasz, készíthetsz egy reakciós kis videót rólam. Neked sok sikert kívánok, és remélem ezt a videómat úgy fogod fogadni, mint megnéztél volna egy paródiát tévében. Követőimnek minden jót kívánok, sziasztok!